Az emberek többsége helyesli a maszkviselés kötelező vétételét. Új autóval bővült az Ózdinvest Kft. Gépjárműparkja. Már csak két útszakasz aszfaltozása van hátra. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Szombattól ismét kötelező szájat és orrot eltakaró maszkot viselni a zárt terekben. A tegnapi kormányinfón bejelentett szigorítás után kíváncsiak voltunk, hogy a városban élők miként vélekednek az intézkedéssel kapcsolatban. Az általunk megkérdezettek közül a legtöbben egyetértettek a döntéssel. Csak tegnap 11.289 magyar állampolgár fertőződött meg koronavírussal, valamint 135 személy hunyt el. 6.122 covidos beteget ápolnak kórházban, közülük 613-an vannak lélegeztetőgépen. Ebből is látszik, hogy javában tart a negyedik hullám. Ennek függvényében a kormány azt a döntést hozta meg, hogy szombattól ismét kötelező lesz szájat és orrot eltakaró maszkot viselnünk a zárt terekben. Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli rádióinterjújában is a járványkezelés állt a középpontban. Egy biztos, az összes virológus azt mondja, hogy nyakig vagyunk a negyedik hullámban, és hogy a neheze ezután következik. Tehát nem túl vagyunk a csúcsponton, hanem az még vár ránk. Ezért a számok is emelkedni fognak. Mindenki elkaphatja a vírust, de nem mindegy, hogy milyen következményekkel. A maszkviselés a korábbi idők tapasztalatai szerint egyébként az egyik legmegosztóbb intézkedés. Az újra bevezetett szigorítással kapcsolatban kikértük az ózdiak véleményét is. Többségük örömmel fogadta a döntést. Szerintem ez jó dolog, mert így nem betegszenek meg az emberek. Úgyhogy szerintem ezt én jó dolognak tartom. Helyesnek tartom, sőt, hogyha már, mint most is a postáról jövök, már föltettem a maszkot. Tehát akár üzletbe megyek, nem csak rendelőbe, vagy vizsgálatra, természetes. Ez megyünk a harmadik oltásra, és be vagyunk jelentkezve, szóval helyesnek tartom. Nem csak saját magamat védem, hanem családtagjaimat, ismerőseimet. Jó. Csak de lévek nem tartja be a mája. A szakemberek szerint december közepén tetőzhet a negyedik hullám. Az illetékesek mindenkit arra kérnek, hogy lehetőség szerint vegyék fel az oltást. Annak érdekében, hogy még egyszerűbbé tegyék a vakcinák elérését, akcióhetet indítanak november 22-től november 28-ig, amikor regisztráció és időpontfoglalás nélkül is meg lehet jelenni az oltópontokon. Az almási Balogh-Pál kórházban reggel 7-től este 7-ig fogadják a még oltatlanokat, és akár az elmaradt második, harmadik megerősítő oltást felvenni kívánókat is. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint városunkban az egészségügyi intézményen belül is kapacitást növeltek. 10 pontot is kijelöltek erre a célra, így többek között a rendelőintézetben a harmadik emeleten, a reumatológián és az onkológián is felvehető az oltás. Hozzájáruló nyilatkozat a helyszínen is elérhető lesz. Ötféle vakcina áll majd rendelkezésre, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. A Sputnik már elfogyott. Új autóval bővült az Ózdinvest Kft. Gépjárműparkja. A Ford Transit kisplatós tehergépkocsi az ingatlan kezelési divízió szakembereinek feladatellátását fogja segíteni a jövőben. Főként a karbantartó csoport munkáját könnyíti meg a használata. A vállalatnál folyamatosan törekednek a fejlesztésre, és lehetőségeikhez mérten igyekeznek bővíteni eszközállományukat. Hét elején az Ózdés térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény gépjárműparkja bővült egy új szállításra alkalmas autóval. Most pedig az Ózdinvest Kft.-nek is sikerült vásárolnia egyet. A fejlesztésre a cég jó gazdálkodásának köszönhetően nyílt lehetőség. Az Ózdinvest Kft. Onnan indult, hogy évente több 10 millió forintos veszteséget termelt. Most ügyvezetőasszony tevékenységének hála. Úgy működik a cég, hogy nemhogy vesztesége, de nyeresége van évvégén, és mindeközben egész évben fejleszteni tudnak. Idén is a temető fejlesztésről már hallottunk, a szórásos temetés bevezetéséről. Folyamatosan fejlesztik az eszközállományukat, és ennek része a mögöttem látható teherautó is. Egy vadonatúj teherautóval bővítették az eszközparkjukat, ami biztonságos
biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb működést fog biztosítani annak a csapatnak, aki az Ózd Invest Kft.-nél a folyamatos karbantartási munkálatokat végzi. A vállalat 2018-ban kezdte meg a gépjárműállomány felfrissítését, 3 év alatt 5-öt tudtak kiváltani. A Ford Transit típusú kisplatós tehergépjárművet az ingatlanokkal kapcsolatos feladatoknál használják majd. Az autó egyébként pár napja állt szolgálatba. Ez az autó az ingatlankezelési divízió szakembereinek munkáját fogja segíteni. Ennek keretében az üzemeltetésünkben lévő ingatlanokhoz kapcsolódó műszaki szakipari feladatokat fogjuk ellátni. Ez az autó egy 2 éves kisplatós autónkat váltotta ki, hiszen ez az autó átkerült a temetkezési gondnoksághoz, és ahelyett került bevezetésre ez az új autó a karbantartási csoport részére. Az új gépjármű bruttó 10,5 millió forintos vételárának 50%-át önerőből finanszírozták, a fennmaradó összeget pedig egy 3 éves futamidejű leasing szerződés keretében törlesztik. Az autó igen komfortos, szélvédő és ülésfűtéssel is rendelkezik, 7 személyes, valamint 750 kiló szállítására alkalmas. Már csak 2 útszakasz aszfaltozása van hátra. Ma a Gubonnai és az Újtelepi úton zúgtak fel a munkagépek. Ezek egyikét sem borította még aszfaltréteg. Jövő héten a végére ér a 130 millió forintos beruházás, amely során 21 útszakasz újult meg. 2 napja kezdték meg az utolsó szakaszok előkészítését a szakemberek. A 130 millió forintos beruházás ezzel lassan a végéhez érkezik, amely során mintegy 21 út felülete újulhatott meg. Mindegyik területen 5 cm vastagságú kupóréteget terítettek le a Laspet Kft. Szakemberei. Összesen 4879 méter hosszú és 17351 négyzetméternyi terület fog elkészülni a jövő héten. A ma reggeli órákban már a Gubonnai és az Újtelepi úton zajlottak a munkálatok. A Gubonna út sem látott még aszfaltot soha, ezért az itt lakók kénytelenek voltak sárban és hepehupás körülmények között közlekedni az autóikkal vagy akár gyalog is. Most a mai napon megtörténik ennek az útnak az aszfaltozása. Az aszfaltozás előtt betonborítást is kapott, úgyhogy bízunk benne, hogy tartós lesz. Sajnos az utca sajátosságaiból fakadóan az egészet nem tudtuk idén leaszfaltozni, de bízunk benne, hogy jövőre tudjuk folytatni, és talán akkor majd az egész utca aszfaltborítással rendelkezhet. A 2 szakasz összesen 350 méter hosszú és 1175 négyzetméter területet ölel fel. A Gubonnai úton szükséges volt az aknafedlapok szintbe emelése, ezért itt tovább tartott a munka. Több ilyen állapotú út is van, így Fidrus Péternek, a terület képviselőjének mérlegelnie kellett a döntés előtt, de úgy véli, hogy ha az előző évekhez hasonló ütemben halad a felújítás, akkor hamarosan a többi helyszín is aszfaltburkolatot kaphat. Kerestek az elmúlt napokban is, hogy tudják, hogy éppen aszfaltozás folyik a városban, miért nem az ő utcájuk kerül leaszfaltozásra. Hát nekem fel kell állítani egy prioritást, és nálam a prioritás az, hogy ahol többen élnek, többen laknak, akkor azzal kezdjük, aztán úgy haladunk majd visszafelé a kevesebbé lakott területek irányába. Már csak 2 terület van hátra, a Muskátli út és a Táncsics telep. Ezeken a helyszíneken hétfőn kezdik meg a munkálatokat a szakemberek. Előbb itt egyébként soha nem borította még aszfalt, így itt is a CKT beton terítésével kezdenek majd. Ismét önkéntes katonai szolgálatra várja a jelentkezőket a Magyar Honvédség. Az első 2 hónapban a résztvevők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy maradnak ugyanazon a képzési helyszínen, vagy más helyőrségben, speciális területen próbálják ki magukat. Így akár ejtőernyős vagy búvár kiképzést is kaphatnak, de megtanulhatnak harcjárművet kezelni is. Elsősorban azok érdeklődésére számítanak, akik nem jutottak be idén főiskolára, egyetemre vagy tanulmányaikat valamiért el kellett halasztaniuk. A jelentkezés rajtuk kívül is mindenki előtt nyitva áll, aki még nincs 65 éves, büntetlen előéletű, rendelkezik bejelentett magyar lakcímmel és legalább általános iskolai végzettséggel. Az önkéntes katonai szolgálatért a következő ciklusban is járnak a felvételi többletpontok. Aki sikeresen elvégzi a 6 hónapos kiképzést, 32 pontot szerez, aki ezt követően plusz fél évet katonáskodik, 64 többletpontra jogosult. Jelentkezni a képernyőn látható elérhetőségeken lehet. Az alapképzés 2022. január 5-én indul. Sláger termék az alma és a karfiola városi piacon.
A savanyítási időszak már a végéhez ért, így inkább a húsokat és gyümölcsöket keresik. Az alma ára egyébként csökkent. Az emberek egy része felkészül a térre, azonban sokan csak a napi bevásárlás miatt érkeznek. A megszokottnál kevesebben látogattak ki ma reggel a városi piacra. Az emberek többsége a napi bevásárlás miatt érkezik, de akadnak azért olyanok is, akik felkészülnek a térre. A savanyítási időszakot követően népszerű termék most a karfiol és az alma. Utóbbi ára egyébként csökkent is. A zöldségeket és a déli gyümölcsöket pedig a szokott összegért lehet beszerezni, ugyanis itt sem történt emelés. A kedves vevők a mai napig is azt csinálják, hogy akik úgy gondolják, hogy nehéz időszak következik a téli időszakban, azok beraktározzák a télire való dolgokat, almát, hagymát, krumplit. Viszont vannak a másik réteg, aki a mindennapi dolgokat vásárolja be, és ezek a vevők gyakorlatilag úgy minden nap megjelennek a piacon, csak a mennyiség az, amit kevesebbet vásárolnak. Többen a hétvégi ebéd hozzávalóit is most vásárolták meg. A hideg idő beálltával a vitaminfogyasztás is fontosabbá vált a mindennapi étkezések során. Így akadtak olyanok, akik ennek eleget téve almát, banánt vagy éppen körtét helyeztek kosaraikba. Mert szép áruk vannak, jó a hentes áru, zöld áru. Hát egy kis gyümölcsér és húsfélér, meg zöldség. Nagyon népszerű volt az emberek körében most a húsáru is. Kolbász, csirke, comb és darált hús is bőven landolt a szatyrokban. Zöldségáru, tejet, húst, ilyeneket. Vettünk már kolbászt, szalonnát, hát szétnézünk. A piac közösségi térként is funkcionál. Itt az emberek összejöhetnek barátaikkal és beszélgethetnek egy jót vásárlás közben. Hasznos tapasztalatokat is cserélhetnek egymással. Ide járni nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem igazán gazdaságos is. Míg a nagy bevásárlóközpontokban hajlamosak vagyunk több mindent összeszedni, itt garantáltan nem pakoljuk tele a kosarunkat mindenféle felesleges termékkel, így érezhetően kevesebbet költünk. A Csillagfürt egymi két tanulója is bajnokká vált a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége által rendezett Atlétika Diák Olimpia országos döntőjében. A versenyt Budapesten az Ikarusz BSE sporttelepen rendezték, ahol több úszdi fiatal is megmérettette magát különböző versenyszámokban. Kis Izabella Mirella 800 méteres síkfutásban elért teljesítménye miatt állhatott a dobogó legmagasabb fokára, míg Kis Ramon súlylökés mellett aranyérmes. Csapattársaik is remekül szerepeltek. Danó Dominika 400 méteren második helyen végzett, Kis Rodrigo pedig 1500 méteren csípte el a hatodik pozíciót. A tanulók svéd váltóban is indultak, ahol sárospataki, pásztói és tornanádaskai tagokkal kiegészülve is szép eredményt értek el. A lány négyes második, míg a fiú formáció ötödik lett. A fiatalok felkészítője Kormos László gyógypedagógus volt. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Szombattól ismét kötelező szájat és orrot eltakaró maszkot viselni a zárt terekben. Az általunk megkérdezett helyiek többsége egyetért a szigorítással. Új autóval bővült az Ózdinvest Kft. Gépjárműparkja, a Ford Transit kisplatós tehergépkocsi, az ingatlan kezelési divízió szakembereinek feladatellátását fogja segíteni a jövőben. Ma a Gubonnai és az Újtelepi úton zúgtak fel a munkagépek. Jövő héten a végére ér a 130 millió forintos beruházás, amely során 21 útszakasz újul meg a városban. A szokottnál kevesebben voltak ma a városi piacon. Sláger termék az alma, amelyhez jó áron lehet hozzájutni. A zöldség és a déli gyümölcs pedig a szokott összegért kapható. Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Szombaton már jóval több lesz a napsütés, de helyenként még megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. Pára, köd a szélcsendesebb délnyugati és északkeleti tájakon képződhet. A köd északkeleten néhol délután is megmaradhat. Többfelé élénk, erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban -1, napközben 11 fok várható.
Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Forgó Színpad című magazin műsort ajánlom figyelmükbe. Friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig a 168 órával jövünk. Legyen szép az estéjük, viszontlátásra!